Szinte napra pontosan 421 évvel ezelőtt a 16. század csodafegyverével, a patarával robbantotta be a kaput, majd foglalta vissza a várat a törököktől Pálffy Miklós kapitány, szövetséges keresztény serege élén. Látványos csatajelenetek és a középkor hangulatát idéző forgatag várta az érdeklődőket Közép-Európa legnagyobb törökkori történelmi fesztiválján, a Tatai PataránA rendezvény a kapu petárda vagy korabeli nevén Patara első bevetése köré épül. Az oszmán-török birodalom és a keresztény Európa harcáról szóló 15 éves háborút idézik meg minden év májusában a fesztiválon, ahol több száz hagyományőr és vásáros gondoskodik a korabeli hangulatról. 1597. május 22-én gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány mintegy 2600 katonával indult a törökök ellen, hogy visszavegye tőlük a tatai várat. Ez az esemény ihlette a fesztivált, és ennek mentén mutatják be a törökkori csaták mellett a 16. század mindennapjait a látogatóknak. A fesztivál első napján már negyedik alkalommal a diákoknak jutott a főszerep. Az idén több mint 500 fiatal vett részt a Deák PataránBevezetjük a diákokat a puskázás történetébe, természetesen ez idézőjelbe, de szó szerint is értendő, mert hogy a Klapkagyögy lövészdandár támogatja, így szó szerint is fegyverlőgyakorlatra van lehetőségük. Természetesen itt elsősorban az időutazásról van szó, a várnak az 1597-es eseményeiről, török táborról, magyar faluról, váraljai faluról, magáról a várról, hiszen a Vármúzeum is egy csodaszép kiállítással várja a látogatókat, és egy nagyon jó programmal. Tehát mindezt összekovácsoltuk, és egy újabb, remélem, hogy jó sikerű diák patarát sikerült a gyerekeknek ide varázsolnunk. Több mint 500 gyereket fogadtunk erre a délelőtre. Négy útvonalon indítottuk el őket, természetesen a legkisebbeknek, vagyis az alsó tagozatosoknak egy külön útvonalat a végek dicséretével indítottam. A többiek pedig a 6-7-es középiskolai korosztály, közben a török táborba megy az oktatás a gyerekeknek. Tehát visszatérve, a többiek pedig három útvonalon indulhatnak el, van köztük kémképezte, hadapród iskola és a végekoskolája, aminek az a lényeg, hogy mind a két oldalt megismerjék, mind a fegyvereket, viseletet, van török konyhánk, sőt, hát ugye pont húsvétra esett most idén a patarának az időpontja, ezért rendelkezünk Vándor prédikátorral, aki tavaly óta, a reformáció 500 éves évfordulója óta rendezzük meg a Vándor prédikátornak a tanyáját, hogy így mondjam, és nyomdászatot tanulnak, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy azért az, hogy akkor már a nyomtatott sajtó, természetesen ez még idézőjelben megjelent, az mennyire fontos volt a reformáció terjedése szempontjából is, de maga a patarának, a berobbantásnak az eseménye is úgy került hamarosan a Európa tudomására, ugye, hogy a Nürnbergi újság, és utána meg számos metszet is kinyomtatta, és azonnal tájékoztatta róla a közönséget. Emellett a magyar faluban és a tánctáborban a Pötörke Néptánc Együttesnek köszönhetően a pünkösdi népszokásokat idézzük meg, bár hát azt nem kell megidézni, hiszen azok élnek, de ismerhetik meg a gyerekek. Folyamatosan azért járok körbe, meg irányítgatom őket, és azt mondják, hogy nagyon jól érzik magukat. Én felhívtam a figyelmüket, hogy most minden az övék, tehát mindent kérdezzenek meg, mindent fogjanak meg, mindent próbáljanak ki, mindent kóstoljanak meg, amit csak tudnak, mert ez tényleg egy olyan nap, ami, tehát máskor itt nincs ilyesmire lehetőség. Ugye maga a patara alatt is mindig van a táboroknak nyitott része a vendégek számára, tehát a látogatók számára, de azért mégis más, mint hogy most az összes hagyományőr, aki ebben részt vesz, sőt, a többiek pedig mind múzeológusok, történészek, a Vármúzeumnak a munkatársait. Most mindenki arra jött ide erre a délelőtre, hogy mindent megmutasson a gyerekeknek. Tehát ezt mondtam nekik, hogy próbálják kihasználni, és hát természetesen a hadsereg is. Egy-egy útvonalom, tehát a négy menetlevélen 7-7 állomás hely szerepel, ami 7 különböző természetesen, ami azonos, az a hadseregnek a fegyverarzenál, modern fegyverarzenál, így neveztem el a kiállításukat. A másik pedig a hadgyakorlat, ahol felhívta a figyelmet, ugye nem 16. századi fegyverekkel, de lehetőségük lesz kipróbálni a lövésztudományukat. A többi az teljesen különböző, összesen 16 állomáshely van, és ugye hetet járnak végig, de úgy van megszervezve, hogy ha utána bármi érdekli őket, kettőig minden állomáshely nyitva van, tehát bármi érdekli őket, oda bemehetnek és megnézhetik, az ugyan a pontszámba nem számít bele, mert ugye azért ez egy kicsit verseny is, de
ők végigélvezhetik az összes tábornak az összes lehetőségét. A lövészetet és a hadsereget a fiúk azok rendkívül élvezik mindig is, tehát így a katonai táborokat is. Most ugye a török részen a patara miatt kimondottan a tüzérségre helyeztem a hangsúlyt a kérdések összeállításánál és az útvonalak összeállításánál, a keresztény táborban pedig kimondottan a huszárság, ugye, hogy Hunyadi emlékén van a huszárságnak a felevelenítése, volt a célunk és ahhoz tartozó fegyvereknek a megmutatása, de hozzáteszem, hogy évek óta a lövészversenyt egy kislány nyeri, vagy az egyik kiemelt egy kislány, tehát a lányok is élvezik, és van egy olyan csoport most, hogy végigjártam a állomáshelyeket, ugye a török konyhában mondta az állomáshelynek a vezetője, hogy teljesen felkészült csoport is érkezik, akik előre készültek arra, hogy milyen a török konyha, mit nem lehetett főzni, stb. Tehát van, aki kimondottan előre készül a magára megmérettetése, mert azért ez egy kicsit megmérettetés. De mondtam nekik, hogy az a cél, hogy tanuljanak, és hogy mindent megtudjanak, ami érdekli őket. Tehát itt mindent kérdezzenek meg. Tehát, hogyha végigjárják és végigkérdezik, akkor minden kérdésre igazság szerint válaszolni tudnak. Milyen feladatok voltak, hogy milyen állomások voltak ezen a Deák patarán? Hát leginkább ilyen törökkori, és itt kaptunk egy ilyen füzetet, és ebbe itt pontoznak, és akkor igazából minél több pontot kell összegyűjteni. Vannak filmek a tévében, amik közvetítenek bizonyos információkat, úgyhogy nekünk igazából itt most az a dolgunk, hogy egyrészt a téves információkat, azokat helyre tegyük, illetve hát a másik az, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy itt a nagy csatazaj közepette milyen lehetett a muszlim családoknak az élete. Ugye a források szerint éppen a patara ostrom időszakában a tatai várban a bégnek itt volt a családja is. Tehát ez egy kicsit följogosított minket arra, hogy ide hozzuk a török korban a török mindennapi életet is, és hát most is erről van szó, a gyereknevelésről, illetve a tanulásról a háremben és a háremen kívül, illetve az egész hétvégén a háremben is erről lesz majd szó. Miközben zajlanak a hadi események, addig mi itt a békeszigete vagyunk. Tehát a kézműves foglalkozások csupa olyan dolog, amik a török vagy a keleti háremekben előfordulhattak, és persze közben beszélgetünk, miközben egy frizura készül, vagy rózsák készülnek, vagy hímezünk, vagy gyöngyöt fűzünk, a közben azért igyekszünk egy kicsit beszélgetni, a kultúráról mesélni. Persze, tehát nem elfelejtve azt, hogy a török kor mit jelentett Magyarország esetében, mennyi pusztulással, mennyi nehézséggel járt az ország későbbi története szempontjából is. Azzal együtt ez a 150 éves együttélés itt hagyott egy csomó mindent. A magyar néphagyományba, a magyar kultúrába nagyon sok motívum átkerült. Itt vannak épületek, amelyek a török korban készültek, és hát aztán most már a magyar műemlékvédelem értékes épületei. Tehát kicsit beszéljünk arról is, hogy egyébként ez a 150 éves együttélés, ez mit jelentett a későbbi magyar kultúra számára? Volt íjászat, lövészet, verstanulás. Verset tanultunk, itt meséltek erről a szekérről. Meséltek, nagyon sok történelmi dolgot meséltek. Meséltek a várról, a törökökről, török verset tanultunk, meg ilyenek.
ehhez a korszakhoz kapcsolódóan mi a 16. században lejegyzett régi táncokat népszerűsítjük, ezeket adjuk elő, ezeket tanítjuk meg a közönségnek, illetve az itt zajló pünkösdi próbatételeknek is része az, hogy a táncokban részt kell venni azoknak, akik pünkösdi király vagy királyné szeretnének lenni, és aztán majd értékelnem kell, hogy mennyire feleltek meg a kritériumoknak. Ez a határa egy kicsit a lánc és körtáncok után a páros táncok kialakulásának, tehát egy ezt jelképező táncot fogunk most eltáncolni, ami körben kezdődik, de utána aztán majd párokra szakadnak a táncosok, és ez már az újabb stílust, a reneszánszt, a szerelmet, az újjáéledést jelképező páros tánc lesz. Pünkösdi hétvégén rendezzük meg a fesztivált, és itt a Magyar Faluban ennek tiszteletére, ennek örömére igyekeztünk egy kicsit megjeleníteni egyrészt pünkösdhöz köthető, ugye virágba borult különböző növényeket. Sajnálatos módon nagyon kevés olyan leírásunk van a különböző jegyzettárakban vagy irattárakban, ami azzal foglalkozik, hogy ebben az időszakban mind a pünköskör, mind pedig ebbe a tavaszi ünnep körhöz köthetően milyen virágokkal díszítették a falvakat, a különböző lakóépületeket. Illetve hát azt ugye tudni kell a témáról, hogy a kertészet, mint olyan, az ebben az időszakban kezdett el elterjedni, és az úri passzióból egy kicsit azért a falu népe köré is levinni ezt a tevékenységet. Találtunk azért szerencsére néhány ilyen virágot, úgyhogy remélem, hogy az ide látogatók azért örömmel nézegetik ezeket a virágokat. Mindezek mellett megjelennek nálunk különböző népszokások, ilyen például ugye a királyné, pünkösdi király és királyné választás, aminek majd az egyik, hát azt mondom, hogy állomás helye az a táncban való jelesség, jeleskedés lesz. Illetve ugye a katonai virtuskodáshoz, a virtuspróbákhoz, az erőpróbákhoz köthetően ebben az időszakban kezd el kialakulni ugye a reguláris haderőkben is a szokás, hogy megmérettetik a legényeket, megmérettetik a harcosokat, és későbbiek során alakul ki aztán ebből majd az igazi virtuspróba és a pünkösdi királyválasztás. Ebbe is talán azt gondolom, hogy tudunk egy kis ízelítőt adni mind a fiatalabbaknak, mind pedig az idősebbeknek. Az apostoloknak. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A Magyar Faluban a táncok és kézműves foglalkozások mellett egy korabeli pünkösdi evangélikus misét és konfirmációt is bemutattak az érdeklődőknek. Ez a 16. századtól változatlan rendje volt a pünkösdi evangélikus misének vagy istentiszteletnek, és a hozzá kapcsolódó, hagyományosan ugye pünköstkor, került sor a bérmálásra, idegen szóval, szláv szóval bérmálásra, latin szóval konfirmációra. Tehát ez a 16. századi evangélikus, vagy általában katolikus, vagy egyetemes keresztény misének megfelelő rend volt. Minden liturgikus elemet tartalmazott, amit egy pünkösdi ünnepi istentiszteleten elmondunk. A gyerekek ténylegesen nem készültek föl konfirmációra, tehát ők most csak itt eljátszották a konfirmációi vizsgát, kérdezfeleleket. A konfirmációt a csecsemőkeresztség elterjedésével, hát mondjuk úgy, hogy vezette be az egyház, illetve terjedt el, és ennek a lényege abban áll, hogy a csecsemőkeresztség, amikor a gyerek nem tudja maga szájával, szavaival megvallani a hitét, akkor a szülők, keresztülők teszik ezt meg helyette. A konfirmáció az a pillanat, amire fölkészítve a gyereket, mert a gyerek maga is el tudja mondani, hogy hisz Krisztusban, a megváltóban, és hozzá hű marad, mint halálig. Az idén is több kiegészítő program társult a Patarához. A történelmi rendezvényhez kapcsolódóan a Katona Zenekari Fesztivált is megszervezték. A történelmi párfesztiválként megrendezett Patara keretén belül ünnepelhetjük azt, hogy a Katona Zenekari Fesztivál ezzel a lovagi történelmi várfesztivállal egyidősként minden évben, májusban itt tudott megrendezésre kerülni, és bízunk abban, hogy ma is nagy sikerrel fognak közreműködni
a városunkban vendégszereplő katonazenekarok. Úgy látom, hogy az időjárás tökéletesen megfelel, és erre szokták mondani, hogy igazi fesztivál idő, közönség gyülekezik, és reméljük, hogy nagyon-nagyon szép élményben lesz részük. Igen, és hát nem csak Tatáról érkezik a katonazenekar, honnan jönnek meg? Hát, hogyha kicsit úgy szép irodalmiban szeretném megfogalmazni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a koronázó város, illetve a királynék városa, valamint a művészetek városa, azaz Szentendre, helyőrségi zenekarait köszönhetjük itt a Vizek városában, ha már minden városnak tudunk jelzőt találni. Igazi, nagy múlttal és nagy történelmi hagyományokkal rendelkező helyőrségekről beszélünk, és nagy-nagy öröm számomra, és ez is egy különös alkalom, hogy pontosan 10 évvel ezelőtt ugyanez a 4 zenekar működött közre, azóta nem is volt ilyen konstellációban résztvevő zenekaroknak a felállása, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy 10 évvel teltével újra a házigazdákon kívül Veszprém, Székesfehérvár és Szentendre zenekara állhat itt városunk talán legszebb terén. A fesztiválon évek óta a néptánc is fontos szerepet kap. Ez az 5. Patara néptáncfesztiválunk, Sarkantyú Peng, Szoknya Lebben, ez a hivatalos megnevezése. És hát igen, így történik, egész hétvégén lebbennek a szoknyák, most már a 3. nap. És hát azt gondolom, hogy népszerű, hiszen itt a várudvart megtölti élettel. Ma délelőtt itt több száz gyerek és szülő fordult meg a Pötörke saját évzáróján, de a megyéből érkező vendégek is szép számban itt voltak, illetve most nemzetközi vendégeink is vannak Ukrajnából, egy gyermekcsoport, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy azért ez a nemzetköziség jegyében is zajlik ez a néptáncfesztivál. Ezen a fantasztikus helyszínen és az igazi fesztivál időben, ami most van, tehát gyönyörűen süt a nap. Ez a legszebb dolog szerintem, felnőtt korukban is erre fognak visszaemlékezni, hogy itt barátságokat kötöttek és látták egymás táncát, kultúráját. Ez mindenképpen az egymás felé vezető kapcsolatokat nagyon jól építi, úgyhogy nagyon hasznos, azt gondolom. Lesz-e 6. alkalommal is? Nagyon reméljük, hogy lesz. Mi minden évben úgy válunk el, hogy várjuk vissza a csoportokat, hiszen a megyéből visszatérő csoportok járnak hozzánk, és ez egy hagyomány már, hogy a megyében is építjük a hidakat, a kapcsolatokat egymás között, hiszen nagyon sok fórum nincs, ahol találkozhatunk egymással, és ez az egyik ilyen hasznos helyszín. Mi ukrán nemzetiség Magyarországon vagyunk, tulajdonképpen mi itt élünk már több év során, mi itt ápolunk, őrzünk saját kultúránkat, de egyben is színesítjük magyar kultúrát. Tehát a ukrán és magyar kulturális kapcsolatok már több mint 1000 éves, és mondhatom, hogy mi magyar kultúrához már valamennyi szinte már beilleszkedtünk. Tehát én beszélek az ukrán-magyar nem csak történelmi kapcsolatokról van szó, a nyelvészeti, irodalmi és a házassági például. Tehát mondjuk a magyar nyelvet, hogy nézünk, mennyire szép és gazdag a magyar nyelv, igaz? De hogy mennyire gazdag, azt nem mindenki tudja. A magyar nyelven például, nyelven például 30-33% a szláv eredetű kifejezéseket. Tehát én, mikor ide jöttem a Magyarországra, én nem tudtam magyarul. Én csak a hallás után mentem, és éreztem, hogy van itt valami saját, és mikor kezdtem kicsit tovább tanulmányozni, kicsit tovább olvasni, és akkor bizony kiderült, nagyon sok van, tehát ez egy tudományos dolog. Tulajdonképpen meghívtunk Ukrajnából, 2 csoport jött, jöttek Lembergből, és jöttek Harkovba, ilyen nemzeti népi táncosok. Ők a kicsik, kezdők, de nagyon ügyesek. Összesen 30 gyerek érkezett, és ma bemutatnak néhány tánc keresztül, ami csodálatos kultúránkat.
míg a várudvaron a néptáncosok gyönyörű táncait nézhették meg a látogatók, bent a várban Kazallár Emil aprólékosan kidolgozott színpompás táblaképeit nézhették meg az érdeklődők. Az iráni születésű sokoldalú alkotó kezemunkáját dicsérik azok a festmények, amelyek valójában jóskártyák. A keleti miniatúrát én Perzsiába tanultam, és a stílusom az a keleti miniatúrák stílusa, amint tetszett látni, ezek táblaképek, fára vannak festve, tulajdonképp tempera és lak. Ami különlegessé teszi, az, hogy több réteg festéket hordok föl, meg kell vallanom, hogy ebbe egy kicsit belecsempésztem a Szentendrei Magyar Festészeti Iskola stílusát is, mert 11 évig tanultam festeni Magyarországon Ország Lilitől, miután Iránban Behzad Hosszein mestertől tanultam a festészetet, és hát mondjuk úgy, hogy a legtörökösebb képeimet hoztam most el ide a kiállításra, mert ez illik a környezethez. És hát ezek tulajdonképp jóskártya festmények, ezeket ki lehet adni, és ki is adták jóskártyaként, és állítólag működik világszerte, kiadták Amerikába, kiadták Svájcba, kiadták Belgiumba, és most ismét egy magyar kiadását megcsináltuk itt a feleségemmel, és én tanítom ezt, a tanításhoz kell nekem a készlet. Kint boltokban nem nagyon lehet kapni. Egy idő volt, amikor igen, de most már nem, hanem a tanítványaimnak tanítom a használatát. Tulajdonképpen ez a kabbalán alapszik, a kabbala meg arról szól, hogy a betűk és a számok, ezek arkangyalok, amelyek az emberek segítségére létrejöttek, és aztán vannak negatív alördögök is közöttük, tehát a pozitív és a negatív hatása a kártya képeinek azt teszi ki a lehetőségét annak, hogy kombinálva az esetlegesség alapján ezekből lehessen sorselemzést csinálni. Meditációra is lehet használni. Jung, a svájci pszichológus, nagyon fontosnak tartotta a taróba azt, hogy ezek az archétípusok, az emberekben, minden emberben meglévő őstípusok, amit egyenként elő lehet varázsolni, bányászni, amikor éppen szükség van arra, hogy valamilyen tanácsot kapjunk tőlük. A váron belüli épület egy múzeum épület, amit érdemes felkeresni időről időre, hiszen fantasztikus időszaki kiállítások kerülnek bemutatásra. A magyar-török kulturális kapcsolatokat is próbáljuk magasabb szinten ápolni. Ez most két kiállítás formájában fog megjelenni. Az egyik a Tatai Várnál, a pénztár mellett később is látogatható lesz a Lélekút kiállítás. Érdemes fölkeresni. Azt gondolom, hogy a keleti művészet az mindnyájunknak egy nagyon elragadó, egy teljesen más perspektívából közelíti meg azokat a képeket, amelyeket a nyugati ember maga előtt lát. A másik pedig a törökkori átjáróban lesz látható, rövid ideig alapvetően a Patara időszakában. Itt pedig Isztambul fejlődését láthatjuk, egy modern technika segítségével bemutatva, ez háromdimenziósá lettek javítva az egykori sztereót képek, amelyeknek segítségével láthatjuk azt, hogy egy oszmán birodalmi főváros az egyrészt hogyan tudja megőrizni a múltját, nem csak a sajátját, hanem az elődjeinek a múltját is, hiszen ott azért római emlékek is jól láthatóak, hanem és utána ugye a sajátját is a Szulejmánnak és a többieknek az épített örökségét is magába foglalva folyamatosan növekedni, egy ilyen keleti szemléletnek tudjuk bemutatni ezt a részét. Büszke vagyok arra, hogy kiváló katonáim vannak, nem csak Magyarországról, hanem Európa számos országából is. És ezek a kiváló katonák bizony harcolnak a hazájukért, és hát
szerényen mondhatom, talán harcolnak értem is egy picit, úgyhogy abszolút meg vagyok mindenkivel a legmesszebb menőkig elégedve. A török az egy nagyon komoly ellenfél, akiket nem lehet félvárról venni, úgyhogy igen, csak bele kellett húznunk, hogy egyáltalán egy döntetlent itt-ott-amott el tudjunk érni. Természetesen azért a tatai várat bevesszük, hiszen ez a dolgunk. Ennyit a hagyományőr részéről, civilben viszont rettenetesen fárasztó, de azt gondolom, hogy miután mi nagy gyerekek vagyunk, és nagyon szeretünk játszani, ezért azt gondolom, hogy mindenki nagyon élvezi ezt a dolgot. Hozzátéve azt is, hogy a fogyókúrára senkinek nincs problémája, úgyhogy nem kell arra vigyáznunk, hogy mit és mennyit eszünk, mert azt gondolom, hogy a víz az keményen folyik mindenkiről. Hála Isten, az idő is olyan, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen jó. Még egy dolog, Hofi szokta mondani, hogy a humorban nem ismerünk tréfát, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ebben a játékban mi sem ismerünk tréfát, és nem ismerünk játékot. Komolyan veszük. Milyen csapatokból tevődik össze egyébként a keresztény sereg? Hát, ha szabad azt mondanom, akkor a gerincét azt a magyar hajduk és végvári vitézek adják. Ők jobbára hazai csapatok, de van a hajduk között egy kiváló lengyel csapat is. Ők ugye testvéreink a történelem folyamán mindig is, itt is vált-válvetve harcolunk. Vannak csehek, vannak felvidékiek, vannak németek, Tomaszék, komoly tüzérség van Németországból. Ezt szokták mondani a hagyományőrök, hogy ugye a következő patarára mindig a patara másnapján elkezdenek készülni, hogy ez mennyire van így? A tatai patara az minden évben a hagyományőr szezon, ha szabad ilyet mondanom, a hagyományőr szezon nyitó rendezvénye. És hogyan készülünk? Hát igen, ahogy mondtad, már a patara másnapján elkezdünk készülni. Minden esetre ugye ilyenkor elindul a szezon, és minden hónapra jut 2-3 fellépés, ha szabad így mondanom. Természetesen a fellépések között azért van felkészülési idő, ahol jobbára a felszerelésünket javítgatjuk, bővítgetjük, és hát néhányan vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy mondjuk vívni is járhatunk, hiszen a csatában meg kell védeni magunkat, akkoriban is tanultak a vitézek vívni, ezt manapság is meg kell tennünk. Van-e utánpótlás? Jó a kérdés, ugyanis nagyon kevés sajnos. Talán egy olyan, a török korban egy olyan 300-350 hagyományőrt ismerek, tudok ebben az országban, és minden csapat tart toborzót, de nagyon nehéz újoncokat találni. Ez abból is látszik, hogy az átlag életkorunk azért az nem a 22 év, de hát majd talán a fiatalok egy ilyen tatai patara nyomán nagyobb kedvet kapnak ehhez a hagyományőrzéshez. Ha jól látom, éppen most érnek vissza a lovasok, valami hírt hoznak. Végaságok, hamar török távozának, mert egy óra múlva pásztorok bírnak. Számtalan tereket az mezőn mondának, ezt hallván magyarok igen megbódulának. Pálffy kapitány, amikor összetoborozta a csapatát, jó néhány hajdú csatlakozott ehhez a sereghez, többek között mintegy 300 esztergomi hajdú. Tehát a hajduknak itt létjogosultságuk van, hogy a csatában részt vegyenek, nem beszélve arról, hogy amikor a patarával, a magával, a patronnal, petárdával, ha úgy tetszik, berobbantották a kaput, ez a 300 esztergomi hajdú volt az, aki berohant a várba, elfoglalta a törököknek a lövegeit, és a törököket a saját tüzérségükkel pusztították. A hajdútábor, amit itt látnak, a bocskai angyalai, mi körülbelül 22-en érkeztünk, ebben vannak harcosok, vannak markotányos hölgyek, akik megjelenítik az akkori életformának azokat a hölgyeit, akik kiszolgálták, illetve ellátták a sebeket, valamint megvarták a szakadt ruhákat, és istápolták a katonáknak a lelkét. A többi csapat, akik ide érkeztek, leginkább végvári, illetve a hódoltság korabeli viseletet és kultúrát jelenítik meg. A hajdú az egy nagyon érdekes, és az összes többitől egy jelentősen eltérő fegyver nem volt. Nagyon kemény életet éltek, a kapitányuk nagyon vas szigorral vigyázta a rendet, mert ezek a legények ugye nehezen fékezhetők és nehezen kezelhetők voltak. A hajdukról még amit tudni kell, hogy a korszaknak a legvadabb és leghatékonyabb gyalogsági fegyvernemeként
vettek részt egy-egy csatában. A mi csapatunk körülbelül 8 éve szerveződött, és 2014 óta vagyunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a sportegyesületének a keretén belül működő szakosztály. Úgy néz ki ez az egész dolog, hogy már az év elején vannak felkészülési napok, amikor a tábor anyagokat rendezzük, illetve különböző harceljárásokat gyakorlunk be, illetve az új fegyvereket, most is szereztünk be 2 darab új muskétát, az olyan legényeket, akik ezzel nincsenek tisztában, azokat fölkészítjük, kiképezzük, és megtanítjuk azt, hogy hogyan kell tábort verni, hogyan kell harcolni, valamint én, mint kapitány próbálom itt a harcrendben azokat a jellegzetes hajdú mozdulatokat bemutatni a legényekkel, ami más fegyvernemekre nem jellemző. Például, hogyha egy sereg fölvonul, föláll, várja a csatát, mindenki talpig vigyáz van, a hajdú lefekszik a hátára. Tehát ők nehezen kezelhetőek, de ha jól megfizetik őket, akkor bármikor arra az oldalra állnak, ahol jobban cseng az arany. A háborúban a török csapatok, azt kell mondjam, egyre jobban teljesítenek. Egy erős kezdés után egy igen-igen gyors, lendületes, fejlődő tendenciát mutatnak a csapatok. Meg vagyok elégedve velük. Tehát amit most az utolsó csatában produkáltak a legényeim, egyszerűen zseniális volt, zseniális. Ki is osztottam fejenként legalább 500 akcsiért mindenkinek. Nagyon, nagyon szépen harcoltak. Hogyan készültök a patarára minden évben? Két részre tudnám ezt osztani. Van a szervezői rész, ahol besegítünk hagyományőrzőként. Hát az már azt mondanám, hogy majdnem egy évvel a patara előtt, tehát az előző patara végén már megkezdődik a szervezés. Ott nagyon sok agymunka, papírmunka, szervezés, megbeszélés, hadtörténész kollégák nagyon sokat segítenek. A csapatok, a hagyományőrző csapatok pedig mind a fegyverzet, a ruházat tökéletesítésével és a harcászi technikák elsajátításával készülnek egy egész éves szezon alatt, amit ugye mindenhol az országban megvinnak, megharcolnak, és ott egy időben tökéletesítik, ellesik az újabb technikákat, tanulnak, és a patrára még jobb teljesítményt tudnak nyújtani. Itt minden fegyver, amit látunk, ha ki lenne élezve, vagy lövedék lenne belehelyezve, akkor ezek éles, életveszélyes fegyverek lennének, úgyhogy mind a parancsnokok, akik egységeket irányítanak, mind pedig a katona egy szemében köteles a fegyveréért és az ő harci mozzanataiért az a legutolsó pillanatig is a legjobb teljesítményét nyújtani. És hát igyekszünk ezt baleset nélkül megoldani. Nem lehet ezt nullára redukálni, mindig vannak sérülések, de hát ezért vagyunk nagy gyerekek, hogy ne a kisgyerekek, hanem a nagy felnőttek, akik szívósak és erősek, hogy mi vívjuk meg ezeket a veszélyes csatákat. A keret történt maga a 15 éves háború időszaka, ami egy kis világháború volt itt Európában abban az időszakban. Ugye 1526-ban Magyar Királyság vereséget szenved Mohácsnál, 1541-ben három része szakad az ország. Attól kezdve a Nyugat-Magyarország, a felvidék, az a Habsburgok uralma alatt van, próbálják megszervezni úgy a várvédelmet, a végvári vonalat, hogy feltartóztassák a törököt, de igazából azért a török és a keresztény Európa harcáról van szó. És 1593-ban élénkül meg úgy a haditevékenység, bár voltak korábban is azért jelentős hadjáratok, tehát ott van az 1552-es ugye Egeros-Csomával végződő hadjárat, aztán az 1566-os szigetvári ostrom, ahol meghal Szulajmán szultán is, de lényeg az, hogy 1593 után élénkül meg a haditevékenység, amikor a német-római birodalom rendjei megszavazzák azt a költségvetést, ami egy jelentős sereg felállításához elég, és megtörténnek az első lépések arra, hogy a Kárpát-medencéből kiszorítsák a törököt. És ugye itt a nyugati oldalon olyan zsoldos seregek állnak föl, amiben spanyol, németalföldi, német, itáliai zsoldosok vannak, tehát gyakorlatilag itt van egész Európa hadereje, az egész NATO itt van, mondhatni. Míg a török oldalon, hát ugye a török birodalom ebben az időszakban egészen Afrikáig terjed ki. Tehát itt van Afrika, Ázsia, a Balkán népessége, hadereje. És itt vívják a háborúikat, ilyen 30-40-60 ezer fős seregek vannak egymás ellen. Például ugye 95-ben Esztergom ostrománál közel 100 ezer fő állt egymással szembe, a két oldalt összeadva. Most ugye ebben a történetben, ebben az időszakban, ez a 97-es támadás, ez
Ez azért fontos, mert Pálffy Miklós, mint komáromi főkapitány, kísérletet tesz arra, hogy elfoglalja Tatárt, de nincs hozzá ostrom lövege. Ugye ebben az időszakban az ostromok azok jelentős sereggel, tehát minimum itt 10-szeres létszámfölényben lévő sereggel, vagy még nagyobb létszámfölénnyel folynak, jelentős ostromtüzérséggel, meg műszaki munkákkal, hosszú, akár mint 1-2 hónapos ostromokról is sor van, vagy szó van. Ezzel szemben Pálffy megindul körülbelül 2600 emberével, egy éjszaka, igaz, hogy hátráltatja őket a rossz időjárás, hogy a 21-én nem tudnak idejönni a várhoz, de 22-én eljutnak ide a vár tövébe, 22-én hajnalban elhelyezik a petárdát a vár kapuján, berobbantják a kaput, és aztán utána délelőtti órákban sikerül elfoglalni Tata várát. Igaz, hogy velük szemben azért tized annyi török áll, tehát kb. Egy 300-360 fős őrsége van a várnak akkor, de Tata vár az egy erős vár volt, tehát körben mocsarak vannak, széles vizes árkok, tehát ez egy nagyon nagy bravúr volt, hogy elfoglalták ezt a várat. Két napon keresztül csak a fő attrakciót, a tatai petárdás támadást előadni, mondjuk 4-szer, az sok lenne. Szeretnénk a közönségnek egy sokkal teljesebb ismeretet adni erről a korról. Ennek megfelelően a 15 éves háború jellegzetes harccselekményeit jelenítjük meg. 97-ben, miután sikerült betörni a külső várba, a fő küzdelem a délelőtti órákban, hajnali óráktól kezdve egészen a korai délelőtti órákig a palota elfoglalásával, palota elfoglalása volt. Annak a palotának az elfoglalása, ugye, aminek körülbelül csak egyharmada látszik most, ugye, ahol a Kunyi Domokos Múzeum van, ugye a többi része az évek során ugye rommá vált, elhordták onnan. De ugye az Zofi Kft. Szépen fölépítette ezt a maradék részét is a palotának, tehát törököknek lesz hova visszavonulni a petárdás támadás után, és el tudjuk játszani azt, hogy hogyan zajlott a délelőtti, hajnali délelőtti órákban ez a palota elleni támadás. Ugye az egész indult 11 évvel ezelőtt egy ilyen klasszikus hagyományőr, törökkori hagyományőr bemutatóval, hogy az egyik oldalon török ruhás hagyományőrök álljanak fegyverekkel, puskákkal, kardokkal, másik oldalon meg keresztények, aztán összecsapnak, harcolnak, csattognak a kardok, duragnak a puskák, esetleg ágyúval is durrantanak egyet, tehát ez a harc bemutató. De aztán évről évre próbáltunk minél többet belecsempészni ebbe, tehát hogy egy kis hadtörténész narrációval elmondani azt, hogy mi a történelmi környezet ezeknek az eseményeknek. Aztán hagyományőröket is rábeszélni arra, hogy ha már harcolnak, akkor úgy próbálnak harcolni, ahogy annak idején harcoltak a katonák. Ugye teljesen más az, amikor egy hagyományőr puskával, karddal bemutatja a harcot, tehát egyes harcosként, és megint más az, amikor már ott állnak egymás mellett 20-30-50-en, ott már szabályokat kell alkalmazni a csatamezőn való mozgásba. Tehát nem úgy van, hogy az ágyú durrant időnként egyet, hanem az ágyúk azok ütekbe állnak össze, sortüzet lőnek, a puskások sortüzet lőnek, a pikások nem össze-vissza kószálnak, hanem szépen zárt rendbe. Tehát ott már alkalmazni kell a harcászatnak a korban érvényes szabályait is. Próbáltuk belevinni a hűséget, a történelmi hűséget, ezt elfogadták a hagyományőrök, és aztán most már az utóbbi években próbálunk kapcsolódó területeket is megjeleníteni, tehát az irodalmat, a zenét. Kátoly Zoli ugye most a délelőtti hagyományőr játékban, Nyílcini csatában zenei betéteket adott elő. Akkor szerepeltek Tinő Dilantos Sebestyéntől, Balassi Bálintól bens részletek, ilyen ballada részletek, amik segítettek jobban megérteni a kor hangulatát. Akkor például Mustránál korabeli szövegek, regulák, császári parancsok kerültek felolvasásra, és úgy láttam, hogy a közönség ugye vette ezt az információt, és egy folyamatos narráció volt alatta, ami a történelmi tényekről, a fegyverek tulajdonságairól, a különböző taktikai elemeknek a megjelenítéséről szól. Tehát, hogy a közönség egy ilyen komplex tudást kapjon. Azt szoktuk mondani, hogy ez ilyen kicsit ilyen history channel-es előadás legyen, tehát, hogy ne egy egyszerű pankráció, hanem szinte ilyen történelmi játék, performance-szerűen menjen. Igazából ennek az egyik legnagyobb eredménye, amit elértünk, az a immár két éve bemutatott, ugye 2016-ban mutattuk be először Szigetváron a Zrínyi Miklós 1566-os kirohanását, amiben még sikerült érzelmeket is belevinni, tehát a hazához való örök hűségnek a megjelenítését.
Itt a közönség nagyon jól fogadta, úgy láttam. Hát itt természetesen itt Tatánál itt nem egy önfeláldozásról szól, hanem egy örömteli eseményről, hiszen visszafoglalják a várat. Tehát ezt próbáljuk megjeleníteni a vasárnapi játékba. Tehát ennek más az üzenet ennek a játéknak, de nagyon fontos, hogy a közönség fel legyen egy ilyen üzenet. És ne felejtsük el, hogy a hagyományőrök azok olyan civil emberek, akik hobbiból csinálják mindezt. Tehát ők nem profi színészek, vagy profi statiszták, vagy ilyen ezzel foglalkozó, hivatásszerűen foglalkozó emberek, hanem ők, nekik ez a hobbiuk. Most ehhez képest, és ez egy nagyon kötött dolog, amikor egy ilyen bemutatóba kell részt venni. És ők ezt teljes komolysággal csinálják, sőt úgy látom sokszor, hogy most már élvezik is azt, hogy egy ilyen komolyabb játékba vesznek részt. Én nekem nagyon tetszik, ami megy. A frissen birtokunkba került várban elsőként a kapukat, és a hidat tetettem rendbe, azután Pec ezredes két zászlónyi gyalogságát rendeltem őrségül, 300 magyarral és 25 huszárral megerősítve. Pogrányi Benedek hajdukapitány útnak indult Komáromba, ahonnan mesterembereket és 30 szekér élelmet hozott. A sikeres támadásban résztvevő magyar katonaságnak a magam pénzéből kifizettem elmaradt zsoldját, hogy nagyobb kedvel maradjanak meg szolgálatomban. Áldott magyar nemzet, kevés maradékja, régen Európának kivalált csillagja, avagy ez világnak tüköres zászlója, az jó tisztességes hírnek kívánója. Szolgálatom néked örökké ajánlom, ne bánj néhány versem, hogy te néked mondom, édes nemzetségem, mert romlásod szánom, siratom szerencséd, hogy semmit nem látom. Régi hatalmadat, mert hogyha gondolom, viszont nagy romlásod eszemben forgatom, múlt száz esztendők közt kárítól írtózom, s jövendőtől kétszer inkább iszonyozom. De édes nemzetség, kérlek fogad szómat, ne nézd az én gyarló tudatlanságomat, hanem tanácsomban jó igazságomat, s bizonnyal megláthat jövendő hasznodat. Alázzad meg magad, s jobbítsd életedet, s kövesd meg szépen azt te istenödet, vedd eszedbe magad, utáld bűneidet, s hozzád tér az Isten, ha látja tértödet. Mi lehet ez széles föld felett, szebb dolog az végeknél. Holott kikeletkor, az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul. Sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul. Holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsordul.